Én ugye tudtam rajzolni kiskoromban, és ugye látták, hogy otthon a rajzokat, hát sok ilyen bikát, meg lovat, meg ilyet rajzoltam. Szóval mindig meg is, akkor is lovakat? Mindig, kiskoromban. És meg lehet látni, mindig lovas indián, lovas betyár, csupa ezek voltak nekem a kedvenceim. És hát iskolába jártam. Én egyébként lovakat nem lovagoltam sokáig, csak szerettem inkább. És akkor, amikor egyszer ötödikes lehettem, vagy negyedikes, akkor apukám elküldött engem pont Szilvásváradra, volt ilyen lovas tábor gyerekeknek, ilyen hetes tábor, és akkor onnantól, hogy visszajöttem, akkor kitaláltam, hogy Tatterzába elmentem lovagolni onnantól, akkor ugye hatodikba mentem, egy barátommal együtt, aki szintén ilyen vidéki eredeti fiú volt, és ott nevelkedett, és akkor jártunk, akkor onnantól kitaláltam, hogy na, én lovász teszek, de hogy még nem, hát szerették volna, ne, hogy tanuljak tovább, és felvettek, végülis másodjára oda is, csak a képzőművészeti szakközébe. Az elég nagy ugrás, mondhatnám lóugrás, szóval ló, de a lovászkodásból vagy a lovász fiúból. Én azt szerettem, hogy mondták, hogy én menjek előbb ide, és ha utána akarok, érettségi után majd elmehetek lovásznak még, vagy lótenyésztő iskolából. És miért nem lettél festő vagy grafikus? Azt pedig azért nem lettem, mert szakközében nekem nem annyira tetszett, hogy mondjam, az ilyen művész életmód. Festeni mai napig nagyon szeretek, most is szoktam, ahogy van egy kis időm, és épp nem itt a karámot fabrikálom, vagy nem a háztetőt, meg nem kaszálok akkor, vagy nem lovat nevelgetek, akkor festek most is. Szóval nekem nem ilyen. Csak ugye az van, hogy tudom, én összes volt osztálytársam, ha művész akar lenni, akkor kilincselni kell galériába, megrendezni nagy nehezen a kiállítást, nyitott, nekem is volt, de én nekem engem nagyon lemerít, kifáraszt az, hogy ilyenekkel foglalkozzak, hogy egyenes álljon a kép, meg hogy nézzen ki a falon. Én megfesteni szeretem, oda is szeretem ajándékozni, vagy megtartani is szeretem, de az, hogy hatásos, meg ott iszogatni, jópofáskodni. Én akit szeretek, avval szeretek együtt lenni, de nem tudom. És akkor utána, ha ugye ember megnyit egy saját kiáltást, akkor illik elmenni másikra, úgyis van rendjén, de akkor ebben eltelik az egész élete, ugye lassan, hogy mindig a következőre kell nyitni, és akkor egyszer csak észreveszi, hogy hoppá, lehet, hogy holnap már meghalok, és még mindig nem csináltam semmit, csak másnaposkodtam kiáltást nyitó után. Neked mi a szép a lóban? Látod, nekem nem is azok a tipikus szép lóvaim vannak, úgymond. Szóval én nekem inkább ilyen bájosság van bennük, hogy olyan szeretem a szép szemüket, olyan kedves orrukat, hogy oda rúgják a fejüket. Az is tetszik a formájuk, vagy a színük, vagy ahogy mozognak, hogy ki, nem tudom így elmondani. Szóval egyébként nekem, ahol dolgozok, ott igazán úgymond szép lovak vannak. Ahol gyakorlatom voltam, ott is találkoztam igazán szép lovakkal, de engem nem kötnek le. Mondjuk egy szép telivér, vagy egy mostani divatos sportló, az nekem lóló. És a tiéd? Azok nekem nem, azok igaz, hogy fele olyan szépek sincsenek, de azokat nagyon szeretem. Szóval úgy, olyan jó, hogyha szomorú az ember, vagy mi, akkor egyszer csak úgy oda dugja a nagy fejét, majd fellök vele, vagy fel is lök, és az egy jó leső dolog. Mi a fajtája? Huculló, ugye így mondják? Igen. Miért épp a huculló? Hogy jött neked ez? Nekem ez úgy jött, hogy tudtam, hogy létezik ilyen ló. Könyvekben láttam, milyen jól néznek ki az ilyen ázsiai lovak is. Én nem tudtam, hogy azok most hogy viselkednek, meg csak úgy tetszett a megjelenésük valahogy. Nem tudom, miért pont az. Hát hogy az embernek is van, hogy egyik ember tetszik, másik nem. És akkor egyszer csak az unokatestvérem az a Herman Otto Múzeumban dolgozott, és voltak egy nyári táborok, hogy a kelemjéri mohostóból tűzeget szedni, hogy megmentsék a tavat, mert az ilyen ős láp, ilyesmi. És elmentünk kirándulni Aktelekre, meg Jósvafűri a tábor egyik napján, és megtudtam, hogy ott van egy ilyen ménes. Na, felmentem, és onnantól tudtam, ez a én lovam. Az első lovad öcsi volt? Az öcsi. És ő mikor lett? Hány éves korodban? Ő 17, szóval ezután a ménesi kalandom után egy évvel nagyjából úgy, igen. Uh-huh. Ez apukám hozta egyébként, mert neki ez nagy... Én egyébként magamtól nem vágytam volna igazából ilyen lóra, mert hát egy kirívó színű, és én meg nem. Szóval én jobban szerettem mindig is az ilyen egyszerű ilyen fakó. Ez a foltos, ez ugye? A foltos, igen, meg kicsi, és én nem tudtam, hogy egy ilyen póni az erőse, meg én ugyanekkora voltam méretre,
és gondoltam, ez el se fog bírni, mert ez kis csikó korában nem ekkora volt, hanem mint egy közepesen nagy kutya, szóval nekem a derek amíg se ért. Vékony volt, X-lába volt, mindenféle volt. X-lába egy lóra? Igen, hátul így. Tényleg? Igen, szóval egyszerűen nem tudtam, hogy ebből mi lesz. Hát akkor gondoltam, hát örültem én azért, hogy van lovam, csak gondoltam most milyen jó, hogy ennyi erővel lehetett volna egy huculló, és mert akkor még szinte olcsóbb, hogy ugyanott volt egy ilyen kis csikó, akkor volt 18 ezer volt egy kis huculló, vagy 20 ezer. Ott laktatok a városban, hol tartottad? Hol a kertünkben, ha látták-e, még mindig megvan a karám maradvány, ott a hátsó udvaron, ott volt egy ilyen kis karám neki csinálva, és ott volt bent, és akkor még körülöttünk, ilyen sok mező volt, hogy kimentem a hátsó kapun, ott volt egy ilyen kis árok, vagy patak, ott így mentem egy kilométert, és már kint voltam ilyen mezőkön, és akkor tudtam legeltetni, futni vele a hegyen, mert én vittem őt azért futni, mert hát egyszerűen tudtam én ilyen könyvekből, hogy ilyenkor úgy lehet javítani a ilyen lovat, ami kicsit X-lábú hátsó, minél többet mozog, annál jobb lesz. Meg ha nem is lesz szép a lába, de legalább megerősödik. Meg így bíztam benne, hogyha sokat mozog, majd sokat leszik, hát ha nagyobbra is nő egy kicsit, mert nem. Szóval én nekem vagy ilyen díszpóni, az nem a igazi. És mikor kezdtetek ilyen kalandozó életbe, az hogy volt? Volt az első ilyen próbálkozások, még egy éves sem volt talán, vagy egy éves múlt, hogy felfutottam vele dobogókőre egyszer. Hát az már oda-vissza tőlünk olyan több mint 50 kilométer, hát volt, hogy sétáltam, és nem végigfutottam. Hát és így kezdődött, és akkor egyre jobban, akkor nyáron már elmentünk úgy, hogy itt a Pilisen belül, hogy így Visegrád fele, szóval már rögtön, én nekem már rögtön tetszett ez, hogy ebben ilyeneket tudok talán csinálni. Még nem lehetett rajta lovagolni, de már mentem, szóval, és egyre messzebbre. Unokatestvérem, mert azt szoktam meg, na az is nekem egy jó dolog volt, hogy ő Nyíregyházán lakik, és ilyen szitakötőket kutat. És ő vitte engem magával az Zemplénbe ilyen több napos, meg egy hetes ilyen gyalogtúrákra. Úgyhogy én már megszoktam azt, hogy sátorba alszunk, meg nem is egy kempingbe, hanem megyünk. Ő kutatja a szitakötőt, te pedig igen. A hucul lovon vágtáztál mellette? Nem, még nem volt ló, akkor ez még kicsi volt. Ez jó még... család, csak azt akarom ezzel mondani. De ez kiskoromban volt, szóval ez még a hucul ló előtt volt. Mennyi kilométer tudtok megtenni egy nap mondjuk öcsivel? Hát ez ilyen talaj, meg mindenféle függő, meg ismerjük-e a vidéket. Szóval én itt ismerős vidéken több mint 100 kilométert tudunk megtenni, még pedig úgy, hogy mondjuk én tudom Esztergomig az utat, meg így körbe a Dunakanyar, szóval mondjuk reggel elindul az ember, el tudok menni, ha éppen úgy tetszik, hát mondjuk tavaly előtt voltam éppen úgy, hogy Esztergomba elmentünk, és körbe Visegrád fel, hát azt szerintem így ez a körút ez olyan több mint 100 is hegyeken áll, szóval viszont sima terepen sokkal többet meg tud tenni, mert egyszer meghívtak egy esküvőre, engem Balatonkenesére, akkor iskola volt még, iskola időben, hát tudtam, hogy gyorsan is kell menni, meg, és leért Kenesére az öcsi, úgyhogy elindultam kora hajnalba, és estig elértünk, hogy Kenes előtt van Kőszárhegy, egy-két falu, szóval olyan 20 km hiány elért Csillaghegytől Balatonkeneséig. Autót mentén mentek, nem, vagy pedig mindig úgy álltam így, mint ezzel? A betyároknak úgy kell tekeregni, mert az autótak be vannak kerítve dróthálóval általában, akkor vannak ilyen nagy bekerített magánföldek, erdők, szóval össze-vissza kell tekeregni. Volt egy folyó, egy kisebb folyón is át kell úsznunk, meg egyszer a Tiszán is. Ahol rátok esteledik, ott alusztok? Majdnem, annyi, hogy az öcsihez annyiból kell igazodni, hogy mivel nekem nincs ilyen kisegítő személyzet, aki vigye az ennivalót, úgy kell csinálni, hogy amíg én alszok, ő te lehesse magát, szóval, hogyha találok egy szép kövér mezőt, ahol érdemes megállni, mindig ott állok, meg még ha nincs is napnyugta. Ha meg napnyugtáig nem érek, akkor meg addig kell menni, míg nem találok valamit, vagy ha mégis, akkor sűrűn elnézést kell tőle kérni, meg lehet, meg azért biztonság kedvére nejlonzacskóba viszek egy kis zabot. Például úgy kell benneteket elképzelni, hogy ahol rátok esteledik, ott öcsi is lefekszik, te is lefekszel, hogy nem lóg meg? Egy hosszú kötél, ami rá van kötve a kötőfékére, és hozzákötöm egy fához, vagy mostanában szoktam neki egy kis karót vinni, mint ahogy vidéken lehet látni a terneket, azt leverem a földbe, ugye lerugdosan vakkancsom, vagy egy fadarabbal, vagy amivel tudom, és akkor ő körülöttem legelészik. Én alszok, ő meg a ló, hát az nem olyan egészen, mint az ember, hanem az ilyen szakaszosan alszik, hogy 3 órát alszik mondjuk, utána legel egy kicsit, szóval úgy, hogy megérkezünk, ha éjes elkezd legelni, utána elálmosodik, alszik egy kicsit, aztán megint legel, és akkor... Volt úgy, hogy meglógott? Persze, sokszor.
főleg amikor egyedül élt, meg hogyha túl mosta volt a hely, ahol mondjuk aludtunk, tehát nem bírt enni, hát akkor jobb hiány megszökött, mert unatkozott. És akkor országos hát akkor körözést indítottál, olyan vagy is. Hogy? Hát volt egyszer, hogy a rádióba bemondtuk, hogy elvesztettük, volt, hogy én kerestem, volt, hogy úgy találtuk meg, hogy megkerestem, volt, hogy mondták, hogy oda ment valaki, szóval úgy a tulajdonos jött, hogy, vagyis aki megfogta, hogy nála van. Szóval ilyen is volt. Volt, hogy csak egyszer a nyomai után futottam, vagy volt, hogy épp a szemem látára ment, és szaladtam utána, aztán megáll, egyszer csak utolértem. Nem olyan betanítható ló, hogyha a gazdája szólítja, akkor fegyelmezett és hallgat rá? Nem, szóval olyan, hogyha van kedve, akkor megcsinálja, amit akarok tőle. De ha nem, akkor szóval ő sokszor kiszúr az emberrel. Önfejű ló. Önfejű, de lehet vele együtt, szóval nem sok minden, és őt egy gazdás ló, mert van, aki egyáltalán, embereknek a nagy része nem, hogy lovagol nem tud rajta, nem van, aki megközelíteni sem, mert harap is. Rugni is tud, ágaskodni is, mindenfélét, és főleg kisebb, fiatalabb korában különösen csinálta, most, hogy így ilyen nagy családos apa lett, így már nyugodtabb, mert itt vannak körülte a gyerekei, így most annyira az emberekkel már nem foglalkozik, de régen az emberekkel játszott a maga módján, ami egészen durva volt. És mit szólnak az emberek, amikor látnak öcsi hátán? Eleve, hogy hol vettem a lovat, vettem-e, hova megyek, ilyesmi. Nem eladó, mert öcsi az, mivel ilyen színes kabátja van, ez mindig vonzó, főleg aki különösen kedveli az ilyen tarka lovakat, ilyen pont azt tetszik benne, ami nekem nem általában, és akkor ezáltal mindig meg akarják venni, úgyhogy ilyeneket. Még a Macival a kettesbe is, vagy hármasba is mentünk így ilyen nagyobb utazásokon. Maci az öcsinek a felesége. Felesége. A huculló, ő a van. Igen, uh-huh. ő is ló, ez a huculló. De azért te magad is tudod, hogy furcsa szerzet vagytok így, öcsi, te, Maci, meg a többiek. Igen. Amikor így végig nyargalászátok az országot. Azt tudom, emlékszem, volt az Emplénben egy kis falu, ahol azt hitték, valamilyen szentet mondtak, hogy itt a Szent János, vagy valaki lóval, nem tudom miért, de szóval ilyen eldugott kis falu, Magyaróska, vagy nem tudom mi volt, ilyen zsákfalu, és akkor ilyen idősebb nénik mondták, hogy hát ha az van. Hogy az vagy te? Hát azt hitték, hogy valami ilyesmi, mert nem is ültem ára, hogy baktattunk ketten, úgy szép, nyugodtan, hogy jó volt ilyen is. Hogy... Uh-huh. Nagyon nagy lett a család közben? Tehát hány lovad van manapság? Most épp 8-an vannak, voltak 9-an is, de most 8-an vannak, egyet eladtunk aztán az öcsinek egyik fiát. Hogy telik egy napod? 8 lovat ellátni azért az nem kis feladat. Hát úgy, hogy mondjuk vagy reggel hazajövök a munkahelyemről, akkor gyorsan itt kinyitom nekik a karámot, akkor kiszaladnak így, ahol lehetett látni a filmen, akkor ugye ráteszem a kötőféket, vagy ha szeles időben már itt meg, akkor el se engedem, ne szaladjanak szét, leviszem őket a mezőre, kikötöm a 4 rosszaságot, aki után megy a többi, és akkor utána minden harmadnap kell körülbelül 2 órát kaszálnom egy nyári időben, vagy egy lovaskocsira fű összegyűjön, az úgy elég 3 napra. Utána a patakból nekik vizet hordok, eddigre körülbelül eltelik egy pár óra, addigre megszomjaznak, akkor elviszem őket a patakra inni, utána én lefekszek aludni, mert ugye éjjel dolgozok úgy nagyjából. Szóval nem egész éjjel, de nagyra virasztok. Akkor alszok kora délutánig, akkor általában jönnek lovagolni gyerekek, vagy felnőttek a pára, nem sokan. Vagy ha nem jönnek, akkor én megyek el lovagolni, és akkor utána este, vagy még egyszer megitatom őket, és akkor este megkapják a ennivalójukat, az abjukat, és utána még egyszer megitatom a patakba, és kész a nap, utána megyek dolgozni éjjelre. Itt vagy a világtól elzárva. Hát elzárva, hát olyan messze nem vagyok, de nagyjából csak akik így kutyás sétáltatnak, azok járnak erre, vagy kirándulnak, igen. De este meg menni kell nekem, én Pestenben dolgozok a lovardában, vagy Budán is. Abból keresed a kenyeredet? Tehát azt nagyjából, azért kell? Vagy felváltva, szóval onnan, amikor jönnek elegen lovagolni, akkor a lovak keresik nekem, amikor meg nem jönnek, akkor meg én nekik. És a lovardában mit csinálsz? Lovász vagyok. Etetek, lovakat ugye tisztán tartom, trágyázok, itatok, ha karámba van, behozom. Szóval hát nem, mint bármely lovás csinál. A lovardában mennyit keresel? Nem olyan sok, úgyhogy eddig volt olyan 25 ezer, vagy mennyi, abban ugye levontak. Szóval végül is a készhez olyan 20 ezeret kaptunk. Most átvett minket a hadsereg, most felemelték, most kapunk olyan 40 valami. Ha még úgyse olyan sok. Nem sok, neked de meg őben. A 8 lónak. De nem, bőven meg vagyunk ebből. Szóval még van, hogy el se költjük.
kicsit a tanyám, itt hol élsz? Tehát hol hajtod álomra a fejedet? A lakókocsiba, de ritkán hajtom álomra, mert ott a munkahelyemen kell este lennem. Amikor itt vagyok szabad, hát akkor... Van egy lakókocsi, igen, és télen-nyáron ebben laksz? Hát eddig igen, most már egy éve vagyok itt nagyjából, mert békáson már nem szabad lennem, akkor még otthon aludtam a házban, csak a lovak voltak külön abban a kiskoránban, és most meg itt vagyok. Hát ez ugye év nagy részében jó ebbe lakni, télen akkor, amikor épp a fűtés nem jó, mert van egy kis érintkező, meg gázpaszkról megy a fűtés benne, akkor hideg egy kicsit. Tehát hálózsákba leállsz, nem fagy meg az ember, meg most csináltunk egy olyat, hogy vettünk egy ilyen kis orosz kis benzin főzőt, vagy hogy hívják, ami úgy meleget csinál. Szóval, ha ez majd nem fog működni télen, akkor majd abban fűtök. Nem fagysz meg? Hát eddig nem. Szóval a füleim azok kicsit megfagynak mindig, de hát az akár sapkár veszek, akár nem, az átfújja a jeges szél. Hát az kicsit mindig megfagy, az nehezen gyógyul, de hát az nem olyan nagy katasztrófa, csak csúnya, de nem fáj. És mondd Balázs, miért élsz távol a világtól? Miért zárod így el magad ilyen szinte hermetikusan? Így alakította az élet, vagy Isten, mert én nem akartam, komolyan mondom, én régen akartam, nagyon régen remetelni, de nem. Én mi akartál remetelni? Hát én ilyesmi, szóval szerettem, hogy eszembe jutott, milyen jó. De én utána rég nem foglalkoztam én ilyennel, hogy csak az, hogy ezt úgymond a sors, vagy hát úgy mondom, Isten adta ezt a lehetőséget, mindig megvolt a választásom, hogy vagy eladom a lovat, vagy nem, de olyan tisztességtelennek tartottam volna, mert valahogy nem tudom. És akkor... Szeretette őket, hát ki lehet ezt mondani? Igen, ilyesmi dolog, igen. Meg én is szegényebb lettnék nélkülük, mert olyan jókat szórakozok rajta, hogy aranyosak, vagy hogy mondjam, hogy kedves dolgaik vannak, vagy egymás eljátszanak, szóval nekem ilyen örömet, ez nekem több örömet okoz, amikor látom, hogy ilyen nyugodtan elszemlélődnek, eljátszanak egymással a kis csikók, mint két ilyen kis kecske. Vagy de ide még a lányok se tudnak kijárni. Hát tudnak, ha akarnak. De szóval lovagolni járnak éppen egy páron. Nem erre gondoltam. Hát. Hát mondjuk, akivel úgy esetleg hosszabb távon elképzeled az életedet. Vagy még egyelőre erre hát, nem gondolsz? Van, gondolok is, de én ezt úgy van, hogy én megoldani nem tudom egészen, szóval ezt így valamennyire Istenre is rábízom. Én is úgy megpróbálkozok valamit csinálni, de én úgy vettem észre, hogy ha az ember maga intézkedik, pórul jár. Ha viszont úgy valahogy Istenre hagyja, hogy ő kéri, hogy csinálj úgy, Uram, hogy szeretnéd, én ezt szeretném, én elmondom, hogy én ezt szeretném, te meg tégy úgy, ahogy jónak látsz, jobban járok, mert Isten, ugye az ember, ha azt mondja, legyen meg a te akaratod, Istennek akkor jól jár, de ha Isten mondja meg az embernek, hogy legyen meg a te akaratod, akkor meg is lesz a saját akarat az embernek is, rossz hely, rosszul jár szerintem. Hát téged nem vonzanak ezek a világi hívságok, tehát a pénz, a pénzhajszolása, ez a zaklatott életmód, hogy mind többet tudni, mind többet szerezni a világból? Teljesen kiszolgáltatottnak nem jó lenni, mert az irritálja a külvilágot, meg minden. Szóval az jó, hogy annyi pénze legyen az embernek, ne kelljen kölcsön kérni, meg ne legyen életveszélybe, ne, de éhenhaláshoz pedig nagyon kevés, vagyis ahhoz nem sok pénz kell. Szóval észrevettem, aki túl gazdag valósággal, megbolondul. A kutya is akkor veszik meg, amikor túl jó dolga van. Hát így van ez minden élőlénye, akár lóval, akár emberrel, úgyhogy... Néznek téged az emberek, hallgatják, amit mondasz. Szerinted milyen képük keletkezik rólad, vagy mit gondolnak mindezek láttán rólad? Hát van sok, aki azt mondja, hülye. Ez így? Szerintem igen, vagy egy balek, vagy ilyesmi. Lehet. Valamennyire az a dolga az embernek, hogy balek legyen, mert valamennyire. Úgyhogy a másik, ahol akkor is segítsen, amikor semmi haszna nincs abból, vagy netán kára lesz. Mert emlékszem például, katona voltam, feküdtem a ágyamon, aludtam félig, de közben beszélgettek a katonatársaim, hogy mire jó, minek éradjátál az ilyen, hogy szerettek engem, de az, hogy én tudták, hogy én különösebben nem akarok se házat építeni, meg semmilyen nagyra törő tervem nincsen. És hogy egyáltalán minek? Ez a, van, aki szerintem ilyesmit gondolja, az ilyen minek él. Én pedig nagyon szeretek élni. De tényleg, mert olyan jó itt minden, ugye, ami nem csak ez a völgy, hanem ugye általában mindenféle, amit, hogyha az ember nem nagyon szalad a boldogság után, akkor megtalálja.
Thank you.